létrehozni. Miért? Nézd, ez valahogy úgy jött magától már igazából régóta. Megfogan bennem az a gondolat, hogy talán kéne valami mást is csinálni. Aztán, mivel a Moby Dick az elmúlt években, hát most azért nem annyira az elmúlt másfél évre, vagy elmúlt évre mondom ezt, hiszen most jelent meg a Moby Dicknek az új lemeze, de kicsit takaréklángon üzemelt a zenekar, és én sokkal nagyobb törgést igényeltem volna. És egyrészt úgy érzem, hogy a Moby Dick egy picit kezdett el távolodni attól, amit én úgy igazán a magaménak éreztem, tehát inkább visszakanyarodni a régi idők Moby Dickéhez, inkább az old school vonalhoz, az ugaskutya kegyetlen évek vonalához, és én igazából ezt akartam egy projekt keretein belül megmutatni, hogy mi is az én igazi énem. De hát gyakorlatilag ez a dolgoknak az összejátszása. Tehát évekkel ezelőtt nem tudtam elképzelni, hogy a Moby Dick mellett én valaha egy másik projekt vagy zenekar építésébe is belekezdek, de aztán végül is így hozta a sors. Most már nagyon nem bánom, a két zenekar tökéletesen megfér egymás mellett, és igazából sajnos ma már azt hiszem minden zenekar benne van ebben a dologban, hogy bőven lehet akár két-három zenekarba is játszani, mivel nincs annyi koncert, tehát nem lehet éves szinten egy-egy zenekarnak annyit koncertezni, hogy ne férjen be a tevékenységébe egy más zenekar. A név meg, hogy honnan ered, hát ez jó kérdés, amikor az ember egy zenekart alakítanak kell egy név, és az ember elkezd gondolkodni, keresgélni a megfelelő nevet, hogy mi lehetne. Annyi név mellett próbálkoztunk, keresgéltük. Egyébként az elsők között már megvolt ez a Bloody Roots, de hát felmerült, hogy mi lenne, hogyha esetleg egy más alternatíva, ha nem angol név lenne, hanem mégis magyar név lenne. Aztán ízlelgettük, találgattuk ki a neveket, aztán a végén mégiscsak annál kötöttünk ki, hogy maradtunk Bloody Roots. Ezzel a Bloody Roots-al én úgy éreztem, hogy ez egy találó úgy a zenekarra. Egyrészt szeretem a Szepultúrát, de nem a Szepultúrás kötődésemből lett Bloody Roots a zenekarnak a neve, inkább magának a szónak, a szó összetételnek a jelentéséből, tehát mint Bloody Roots, a véres gyökerek, tehát ez valami múltat jelképez, valami régi old school dolgot, amiben ugyanakkor valami fájdalmat is takar. Hát az előbb elmondott dolgokat akkor, hogy a Moby Dick ugye elég takaréklángon üzemelt, és én szerettem volna, hogy egy kicsikét jobban törődnek a dolgok. A bulikhoz visszatérve, ti kötitek magatoknak a bulikat, vagy meghívásos alapon megy a dolog? Természetesen az a két dolog megfér egymás mellett, tehát meghívásos alapon is megkeresik a zenekar, de hát önmenedzselés nélkül nem működik egy zenekar, tehát keresni kell a lehetőségeket, mint hát most ez a mai koncert is tulajdonképpen a kettőnek a keveréke, mert gyakorlatilag megkerestek minket, de hát tulajdonképpen mi meg partnerek voltunk ebben, és igazából alkalmazkodtunk a feltételekhez és a körülményekhez, és megpróbáltuk elvállalni nem túl jó feltételek, mert úgy értem, hogy itt nem a pénzről szól az, hogy itt vagyunk Németországban. Tehát ez egy saját önköltséges vállalkozás, örülünk, hogy itt lehetünk, örülünk, hogy színpadra állhatunk. De Magyarországon is ugyanígy zajlanak koncertek, tehát ugye a meghívásos koncertek általában úgy zajlanak, hogy ott egy fix gázsért megveszi a meghívó fél a zenekar, de ugyanakkor megyünk le százalékos arányba, vagy úgy mai modern kifejezésre kapu pénzért játszani, amikor lemegy egy adott klubba vagy műházba a zenekar játszani, és akkor a kapupénz, tehát a bevétel képezi azt a pénzt, amiből ki tudja gazdálkodni a koncertnak a költségvetését. Ha ki tudja belőle fizetni a cuccot, a propagandát, stb., akkor marad egy kis pénz, ha nem, akkor hozzá kell tenni, hogy ki tudjuk fizetni a benzint meg a hazautat. Értem. Össze lehet hangolni a Moby Dick, illetve a Bloody Roots zenekarokat már ami a munkát illeti. Van elég időtök rá? Mármint neked elég időd rá? Igen. Hát én úgy érzem, hogy van. Hát ugye előbb egy másik kérdés során már ugye valahogy ezt ugye érintőlegesen ugye erre választottam, hogy gyakorlatilag megfér egymás mellett a két zenekar. Moby Dickkel se vagyunk már abban a cipőben, hogy évente jelentessük meg lemezeket. A
holnapokra, vagy talán előtt 6 éve jelent meg az utolsó stúdióalbumunk, ami új számokat tartalmazott. Hát természetesen azért ennél gyakortabban kell jelentkezni egy lemezzel azért, hogyha az zenekar jobban a közönség szem előtt akar maradni, és többet akar koncertezni, de hát mindenféleképpen 2-3 évnél sűrűbben nem igazán érdemes új lemezzel jelentkezni, mert nem akkor a felvevő piac. Na most ez azt jelenti, hogy azért bőven van arra idő, hogy az ember más zenekarral is foglalkozzon. Igazából az, hogy az embernek mennyi ideje van, az nem is az határozza be, hogy most 2 vagy 3 zenekaron van, hanem gyakorlatilag mindenkinek a saját munkája, meg az egzisztenciának a föntartása, hiszen már nem vagyunk 18 évesek, akik a szüleik tartanak el, valamennyiünknek családja van, egzisztenciája, háza, mindenkinek érkeznek a havi csekkek, amiket fel kell adni, tehát gyakorlatilag meg kell dolgoznunk a megélhetésért, és gyakorlatilag a mellette lévő szabadidőnkben, mint egy hobbinkban üzzük a zenélést. Értem, a németországi fellépések után gondolom folytatódik a Bloody Roots turné. Hol láthatnak majd legközelebb a rajongók benneteket? Nyári fesztiválok jönnek most, a következő lemezünket írjuk, most 9 dallal már elkészültünk, ez várhatóan szeptemberben fog megjelenni, tehát közvetlen a nyári fesztiválok után. Gyakorlatilag most már otthon turnézni nem turnézunk, turnéként fogható fel a nyári koncertek is, Dombováron játszunk június 14-én, akkor leszünk a Pannonia Fesztiválon, leszünk Rock Maratonon, hát ez a 3 koncert, 3 fesztivál, ami eddig biztos, de hát még bizakodom benne, hogy emellé még jönnek koncertek, és hát szeptemberben a lemez megjelenése után lesz majd egy átfogó turné, ami sok állomásos turné lesz, várhatóan egy 15-18 állomásos turné, ahol megpróbálunk Magyarországon a lényeges, fontos helyekre eljutni, hogy az új albumunkat bemutassuk. Valószínűleg ezen a turnén fog majd részt venni jó pár koncerten a mostani német koncerteknek a házigazdája, a Kirin-Két zenekar. Végül mit üzensz a marosvásárhelyi rajongóknak, Bloody Roots, illetve Moby Dick rajongóknak? Az erdélyi rajongók és azon túl a marosvásárhelyi rajongók nagyon közel állnak a szívemhez, hiszen rengeteget koncerteztünk Erdélybe, hát nem is olyan régen, ugye szóba került ez is évelején Marosvásárhelyen, a Jazzem Clubban jártunk a Bloody Roots zenekarral, egy nagyon jó kis koncerten, közel 400-an voltak, de hát a Moby Dickkel annak idején még a hőskorban, még a marosvásárhelyi sportcsarnokot is megtöltöttük. Én a marosvásárhelyi és erdélyi rockereknek azt üzenem, hogy köszönjük nekik, hogy ennyi év után is kitartottak mellettünk, hogy szívükbe tartották a zenekart, és hogy megmaradtak rockernak, és kívánom azt, hogy még sokáig maradjanak meg rockernak, szeressék a rockzenét, és ha netalántán akár a Moby Dickkel vagy a Bloody Roots-szal ismét Erdélybe vagy Marosvásárhelyen járnánk, akkor szeretettel várjuk őket a koncertre, jöjjenek el minket ismét megnézni. Hát ezt mi is köszönjük nektek, Marosvásárhely nevében, mármint a marosvásárhelyi rockerek nevében köszönöm. Smici, köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseimre. További sok sikert kívánok a Bloody Roots-nak és a Moby Dicknek egyaránt. Én is nagyon szépen köszönöm mind a két vagy a zenekar nevében, és neked, Szabinek, különösen köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél. Én is köszönöm.